Molnár László a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én azt értem, hogyha valakinek sokkal, de sokkal nagyobb, mint az átlag a fogyasztása, akkor nyilván ez a 10%-os rezsicsökkentés a sokból több megtakarítást jelent. De az, akinek nem csak akkora fogyasztása, de mégiscsak 10% itt, 10%-ot, ő miért nem jár ezzel jól? Mert elkölti másra? Azt nem állítottuk, hogy nem jár jobban. Azt mondtuk, hogy összességében, tehát az összes intézkedést megnézzük, ami idén a kormány részéről történt, tehát a tranzakciós adó, a telefonadó, a különböző egyéb adók, a szeszes italok és a dohánytermékek adó emelése, és ezt a kört megvizsgáljuk. Az élelmiszerárak, gondolom. Hát abban nincs kormányzatnak így közvetlen ráhatása. Világos, hogy milyen hatások. Ja, hát abban az értelemben igen, természetesen, hogy persze ezen kívül, néhány termékkörön kívül gyakorlatilag mindennek az ára emelkedett. Most mi azt vizsgáltuk meg, hogy mi az igazság abban, amire kormányzati ráhatás van. Tehát ott azt látható, hogy önmagában a rezsiköltségcsökkentés az durván egy ilyen 140 milliárd forintot hagyott a lakosság zsebében, ami azért nyilvánvalóan nem kis pénz. A másik oldalról viszont csak önmagában például a dohány és alkohol termékeknek a adóemelése viszont 140 milliárdot vett ki a zsebből, a tranzakciós adó pedig durván 130 milliárdot. És akkor már mindjárt ott vagyunk, hogy 270 áll szembe a 140-nel. Igen, de még van még egy pár tétel. Tehát a telekom adó ugye önmagában 16 milliárddal növelte a kiadásokat, és ugye itt még ráadásul a 16-ak valószínűleg jóval több, mert egyébként egy csökkenő árszintű iparágról beszélünk, aki most nem volt csökkentett az árat, hanem emelte az árait, tehát ugye nyilván itt még van egy elmaradt árcsökkentési hatás is, de azt most nem említem. És ugye a kormányzat által rendszeresen hangoztatott gyógyszerárcsökkentésnek is mondjuk egyelőre az első 10 hónapban egy 17 milliárdos növekménye van egyelőre a csak az infláció oldaláról nézve. Tehát itt ugye ez azonos volumeneket hasonlítunk össze ilyenkor. Hát akkor már lassan elérjük a 300 milliárdot, sőt, hát el is értük a 300 milliárdot, ami aránylik, vagy szemben áll a 140 milliárdos. Így van, tehát az egyik, tehát ugye akkor az történik, hogy politikai, vagy nem tudjuk milyen okokból, nyilván nem szakmai okokból, az ad a hát kormány egyfajta... Túl sok okot akkor már nem kereshetünk, igen? Mindenki azt keres, amit gondol. Tehát egyfelől ad a lakosságnak egy jól kommunikálható költségcsökkentést, a másik oldalról meg egy kevésbé látványos költségnövekedést hoz létre. Ugye nyilván a bankszámlát ritkán bújják az emberek, hogy most a bankszámla vezetés költsége most eddig 1500 forint volt, ezután meg 1800 vagy 2000 forint, nem tűnik föl így, hogyha nem figyeli az ember, mert ugye minden hónapban kapja, befizeti adott esetben, hogyha átutalással fizet, vagy ilyen központi levonás, akkor levonják tőle, tehát föl se tűnik nekik. Ez ugyanígy a telefonnál, hogyha valaki sokat telefonál, az se tűnik föl neki, hogy hirtelen a plusz 2 forintok azért megjelentek a számláján. Hát azért a végösszegen az megjelenik elég szépen. Itt néztem még a tanulmányokban, igen, tehát ezek a kormányzati intézkedések úgy, mint telekomadó, vagy tranzakciós adó, vagy dohányár, szeszes ital ár emelkedés, viszont amit már közbevetettem, az élelmiszer árat, hát ez egy csomó mindent találhatunk, még például a rezsicsökkentés nekünk, energiaárcsökkentésben, a vállalkozóknak növekedés volt. Nyilván az árakba, ha beépítik, hát azt mi fogjuk megfizetni, ezt egyszerű példával szoktam mondani, hogyha a pék többet fizet az áramért, akkor bizony többért adja a kenyeret, és én azt a rezsicsökkentés ott el fogom azonnal költeni. Tehát élelmiszer, közlekedés, üzemanyag, oktatás, tehát számtalan tényező van, viszont nem lett olcsóbb. Hát az üzemanyag olcsóbb lett kivételesen, a közlekedés nem lett olcsóbb. Tehát a bérletek, a távolsági közlekedés, a repülőjegyek, hát mondjuk, hogy nyilván a társadalom egy szerényebb rétegét érinti, de például abban egy igen jelentős költségnövekedés van, kb. 50 milliárd forinttal nőtt az erre fordítandó összeg, ha ugyanazt a típusú terméket vennék a fogyasztók. Másrészt meg hát nyilván egy elektronikus útdíj, ami ugye most éppen egy kormányi sikerintézkedése, ami egy évben várhatóan 160-170 milliárd forinttal javítja az államkassa helyzetét, az nyilván valaki kifizeti. Ha külföldi fizeti ki, hát most Istenem, mert kicsit többet adognak a kamionok. Ha belföldi fizeti ki, akkor viszont nyilván valakinél meg fog jelenni ez az összeg. Na most, ha mondjuk egy SAC per KB alapon azt mondjuk, hogy 100 milliárd forint körülbelül a belföldre jutó tétel ebből, akkor ez igen, 100 milliárd forinttal növelni fogja előbb-utóbb az árszintet. Ugye fuvarosok azt állítják, hogy túlnyomó részt ők tovább hárították ezt. A kereskedők nyilván nem tudnak azonnal árat emelni, hanem most figyelik azt, hogy hú, most a reálbér most növekszik, hát akkor jobban bírja kicsit a lakosság, tehát majd picinként majd emelgetik. Ugye én nem tudok úgy elmenni egy boltba vásárolni, hogy azt ne lássam, hogy minden drágább. Tehát az való igaz, hogy az emberek túlnyomó része jól érzékeli a dolgot.
Az árstatisztika nyilván erre kevésbé tud, hogy mondjam, reagálni. Az látszik, hogy még így is a maginfláció, ugye, ami egy ilyen volatilis árukat kivevő tétel, az 3,5% körüli növekedés mutat, ami ugye azt jelenti praktikusan, hogyha lecseng ennek a hatás, ennek a rezsiköltség csökkentés hatása, tehát durván egy év múlva, akkor legalább ekkora infláció marad a rendszerben. Na hát mindenki eldönthet, hogy kinek, vagy minek hisz, a személynek, vagy a fülének, amivel mondjuk a híreket hallja. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Most jön a híradó, aztán folytatjuk.